A bonyhádi nemzetközi székely találkozó harmadik napjának programja, a szomszédolás nem létezhet kéki látogatás nélkül. Főleg azért, mert a kistelepülés komoly székely gyökerekkel bír, és működtet már régebb óta egy ezen kultúra jegyében született énekkar. Augusztus első vasárnapja egyébként is már régebb óta a bukovinai székelyek ünnepnapja Kétyen, ahol a kutatók az elmúlt évtizedekben sok értékes kultúrtörténeti anyagra, dokumentumra leltek. Mindig megújul az Egyesület, és a régi hagyományokhoz még hozzá raknak másmilyen csokrokat is, és akkor így alakul ki végül is ez a szép repertoár, amivel ők kedveskednek majd nekünk. Az idén az LBI Marosmenti és az ottani térség mennyiségben és minőségben meghatározó egyik táncegyüttese, a Marosludasi látogatott el a településre, mégpedig a 10-14 évesekből álló táncosaival. Az elmúlt években megfordultak már ők Sombereken, Szikón, Hidason, Kakasdon és Tevelen is. Éppen 20 évesek a hajdinaiak, 2 éve tagjai a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének. Korosztályonként 3,5 évtől 6 évesek ezek a hadicskások. Itten van 13 gyerekünk, 14, attól függ, hogy mennyire stabilak. A tatárkában ottan szintén így van, a következő az a 6-10 évesek, a 10-14 évesek ők a póhánkások, velük vagyunk itt. Ők már 20-an vannak, 21-en, és akkor van a hajdina, ezek mind a hajdinak hajtásai, ők meg 15-ön vannak. Tehát ha veszük a generációkat, akkor több százat számlál ez a 20 év. A Maros folyóhoz köthető települések néprajzi gazdagságát igyekeznek megjeleníteni a marosludasiak énekeikben, táncaikban egyaránt. A Marosnak sok mellékfolyó van, így a Nyárád, és pontosan a Nyárád-menti táncunk volt, amit ma 2 évvel ezelőtt bemutattunk. Ropogott, csattogott ott már a Nyárád-menti bácsi ilyen, és hát ilyennek is kell lenni a táncnak is. Ugyanúgy szintén a Maros mellékfolya, a Kisküküllő, Nagyküküllő, az már egybefolyik. Kell tudni azt, hogy néprajzilag a Marosludastól le a Küküllő, amíg a Küküllő beömlik a Marosba, az Kutasföld. Hát mi a Kutasföld egyik legnevesebb táncát hozzuk ezúttal, a magyar lapádi táncokat, ezt meg 2 részben, mert ugye, ha visszamegyünk időben egy kicsit, kell tudni azt, hogy kiválképpen farsangidő hozza azt igazából vissza, hogy milyen is volt egy lóvásár, hát egy ilyent is látni fogunk, és már említettük a Marost, akkor hát akkor menjünk feljebb egy kicsit a Istenszéke, ugye ki ne csodálná meg Déván felül Istenszékét, Istenszéke mellől pontosan magyaróról hozunk magyarói táncokat. A magas színvonalú marosludasi produkcióra hasonló volt a hazai reagálás. Érkezett ugyanis a színpadra Kosnás Árpád összeállította Kismányoki 5 székely táncos, megyeszerte hódító produkciója. 5 táncos, 5 különböző generáció képviseletében. 3 kisrác már aktív tagja az apró népek elnevezésű, szintén kismányoki formációnak. Úgy tűnik, a marosludasiak és a kétjek, hála a szomszédolás programjának, találtak múltbéli közös nevezőt. Kétjen vannak, Andrási telepről, Marosludasról 2-re átjött úgymond rokonok is, tehát remélem itt vannak a nézőtéren. Marosludasi évekkel ezelőtt még ismeretlen volt az anyaországi székelyek előtt, ma már széleskörű, oda-vissza alapon működő, sokszereplős kapcsolatról beszélhetünk, amit a bonyhádi nemzetközi találkozó a maga eszközeivel biztosan jelentősen is elősegíthetett.